Deep Dive címmel szervezett kulturális tudományos fesztivált az Érted ifjúsági szervezet, melyben a fejlődni vágyó erdélyi fiatalokat kívánták összehozni, ezáltal fogyaszthatóvá tenni a tudományt és a kultúrát. A Marosvásárhelyen debütáló rendezvény 200 résztvevőt számlált. Mintegy 200 fiatal vett részt a hétvégén a Marosvásárhelyi Studium Hubban megszervezett Deep Dive kulturális tudományos fesztiválon az Érted Ifjúsági Egyesület szervezésében, amelyen a tudomány, a technológia, valamint a kultúra innovatív és fenntartható világából szakterületükön ismert és elismert előadók beszéltek aktuális témákról. Az esemény egyik alapvető értéke az interakció, hiszen az előadások párbeszédre épültek, a résztvevők kérdéseket tehettek fel, vagy akár vitába is szállhattak a meghívott előadókkal. Boga Balázs programkoordinátor elmondta, a szervezők hangsúlyt fektettek a rendezvény háromnyelvűségére is. Na már most, hogyha Erdélyben szervezzük, akkor rendkívül fontos az nekünk, hogy úgy beszéljünk a témákról, hogy ne csak a magyar közönséghez szóljunk, mert mi abban hiszünk, hogy így kell, és ezt így is érdemes. És akkor ezért próbáltunk felépíteni egy alapvetően háromnyelvű fesztivált, de amiben értelemszerűen inkább magyar és román fiatalokat próbálunk megszólítani. Úgy érezzük, hogy ez egy olyan platform, amire ténylegesen szükség van. A Deep Dive előadói különböző helyszínekről, főként Romániából és Magyarországról érkeztek Marosvásárhelyre, de a résztvevők távolabbról érkező vendégekkel is beszélgethettek, és mindenki találkozhatott hozzá közelálló, vagy teljesen új nézőpontból megközelített időszerű témákkal. Feledi Botond Brüsszelből érkező külpolitikai szakértő például az orosz-ukrán háborúról beszélt a jelenlévőknek. A háborús helyzet meg fogja változtatni nemcsak az ukránoknak a jövőjét, arról sajnos többet tudunk, hogy ez szükségszerűen egy nagyon nehéz jövő lesz az ukránok számára, de egész Európa jövőjét is. És igazából engem ez a része legalább annyira érdekel Európai Unió állampolgáraként, mint az, hogy egyébként mi lesz Ukrajnával, milyen következtetéseket von le ebből Kína, vagy mi történik Oroszországgal. A kétnapos rendezvény során a 26 szakértő előadásán keresztül az üzleti élet, a válságkezelés, az energetika, a fenntarthatóság, a kultúra és a sport világába is betekintést nyújtott.